Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! Szécsi Kálmán közgazdásszal, bankárral, az RMKT tiszteletbeli elnökével beszélgetünk eddigi tevékenységeiről, tapasztalatairól és jelenlegi tevékenységeiről. Úgyhogy az első kérdés, hogyan és miért lettél közgazdász? Hát szinte véletlenszerűen, de nem. A Székelyudvarhelyi tanítóképzőben végeztem, ahonnan nagyon kevesen készültek egyetemre. Például a mi évfolyamunk 70 végzőséből első próbálkozásra senki sem jutott be. Ugye nem ilyen volt az iskolai képzés. Közigazgatási jogra felvételiztem. Jogász szerettem volna lenni, de nem hittem a Ceausescu rendszer polgári igazságszolgáltatásában, és volt Szebenben egy ilyen egyetem, és ha erre bejutottam volna, akkor vállalati jogtanácsos lehettem volna. De nem sikerült a felvételim, elvittek katonának, és a katonaság alatt érlelődött bennem meg a váltás gondolata, tehát beszereztem ott a földrajzkönyvet, és neki fogtam tanulni. Végül pénzügy könyvelőséggel jelentkeztem, most már nem tudnám megmondani miért, de nagyon-nagyon jó döntés volt. Tehát a rugalmasság és az újratervezés segített eljutni ahhoz az úthoz, amelyet sokkal jobban magadnak éreztél, mint az első terved volt. Milyennek bizonyult ez a levelezői képzés választása? Akkor jó választásnak tűnt, de másnak nem javasolnám. Kivéve talán azokat, akik már a szakmában dolgoznak. Azoknak szerintem egy jó választás. Én egy elszigetelt község két falujában tanítottam, és ott vettem át először tananyagot. Hát nagyon idegen világ volt, diáktársak nélkül. Végül, amikor januárban az első tömbösített órákra fölmentem Kolozsvárra, egy kicsit javult a kép. Volt viszont egy nagy előnye is. A tantárgyakat tanár kapcsolat nélkül ismertem meg először. Elolvastam a szakanyagot, és utána mentem föl általában. Ezért, ha valami tetszett, mire találkoztam a tanárral, már nehezen tudott gyökeresen megváltozni. Így kezdett el például érdeklődni, így kezdtem érdeklődni olyan tantárgyak iránt is, amik kitekintést engedtek az akkori szűk világunkból. Ugye 82-t írtak ekkor. Ilyen voltak a gazdasági doktrinák, valutális kapcsolatok és ehhez hasonlók. És végül kaptam egy váratlan segítséget is. Azt hiszem 82-83 nyarán, tehát nem sokára utána jutottam az egyetemre, egy barátom hazatérve Magyarországról, úgy akkor kevesen jártak ki, hozott két darab HVG-t. Akik ezt nem tudják, és én is ellenőriztem, csak 78-ban jelent meg, és az akkori HVG hihetetlen pluszt adott számomra is, szerintem bárki számára, aki a keleti blokkból, de főleg Romániából hozzájutott. Rendszeresen hozta The Economist és más rangos nyugati lapok cikkeit, megfűszerezve akkor még a Punch karikatúráival, ez egy nagyon veretes brit szatirikus lapot még az 1840-es években indult. De onnantól kezdve próbáltam hozzájutni, sőt szerencséles utánajárással sikerült meg is rendelnem a HVG-t, tehát ez nekem segített. Talán akkor egy picit vesézzük ki, hogy hogyan jutottál szakirodalomhoz? Miként láttad felhasználatonak később, amit ott tanultál? Nagyon nehezen lehet hozzájutni. Én például az államvizsgai dolgozatomhoz a Nemzetközi Valutalap jelentését használtam föl. Szerencsém volt ugye a magyar tudásommal. Tehát magyarországi szakirodalmat szereztem be, és hát igen, ez nem volt nehéz. Főleg azért, mert ugye ezt a témát választottam, ahelyett, amit más is könnyűnek vélt volna, hogy valamelyik állami vállalatnak a folyamatait vizsgálnom. Akkor annak, hogy egy ilyen témát választottam, a japán nyelvről írtam állami vizsgadolgozatot, nem láttam semmi előnyét. Nem tudom, valahogy éreztem, hogy ennek egyszer hasznát veszem. Akkor nem gondoltam, hogy ilyen hamar, de 3 év múlva már ez meg is történt, ugye, amikor változott a világ. Sőt, tulajdonképpen hamarabb. Az első váratlan eredményért kevesebbet kellett várnom. A dolgozatom nagy meglepetést okozott, sőt, vitát generált a bizottságba, és meglepetésemre, és az akkori szokásrenddel ellentétben 10-est kaptam rá. Tehát végül is azt mondhatom, hogy kifizetődött ez az előfeszítésem.
Itt látszik, hogy milyen sokat számít egy tanárhatásra egy főnök, vagy egy meghatározó személy egy karrieri életútja szempontjából. Milyen körülmények között voltak a 80-as évek végén álláslehetőségek, és hogyan sikerült neked elhelyezkedni kezdőként? Egyetértek. Nagyon sokat jelent egy megfelelő személlyel való kapcsolat, annak a tanácsa, és persze az, hogyha meghallgatjuk. Én erre később még több példát fogok adni. Negyedéves voltam, ugye 5 éves volt a képzés az én időmben a levelezőjén, és gondolkodtam azon, hogy egy év múlva szakmát válthatok, de egyszerűen nem tudtam elképzelni magam bezárva egy nagy vállalat irodájával sokat magammal. Akkor még így működtek a könyvelési, pénzügyi irodák a nagyvállalatokban. És ekkor következett a banküzemtan tantárgy, ami nekem nagyon tetszett, és amit Trenka tanár úr, később bankárként is ismert volt Kolozsváron, nagyon megnyerően adott le. Meg volt a döntés. Bankár leszek. Ha ezt akkor valaki hozzáértően megbeszéltem volna, hát ha nem is nevet ki, hamar lelohasztotta volna a lelkesedésem. Éveken keresztül nem volt ilyen meghirdetett állás, és azokat a legjobb eredménnyel végző nappali tagozatos diákok szokták elvinni. Tehát én hiába akartam bankár lenni, ennek gyakorlatilag nem volt esélye, hogy sikerüljön állást kapnom. És nagy szerencsém volt. Mikor végeztem, nyár közepén váratlanul áthelyezését kérte valaki a Román Nemzeti Bankból. Lejártak már a kihelyezések, és nyár volt, tehát kellett volna várni egy évet, amíg kihelyezéssel kapnak egy új munkatársat. És az egész Nemzeti Bankban itt akkor 2 diplomás ember volt, mind a kettő hölgy, és mind a kettő gyereket szült, az egyik elment. Tehát az igazgató tanulva abból, és hogy milyen gyorsan változnak a nőkkel a helyzet, és hogyha idegen végzős kap, akkor az ugye általában próbálkozik elmenni, mert az történt, hogy messziről megpályáztak egy ilyen állást, majd kérték az áthelyezésüket, úgy döntött, hogy vesz egy rendelkezés álló fiút, és én voltam ez. Így kerültem be a bankba. És hát kezdőként akkor beszéljünk talán amennyire lehetséges a jövedelmezésről is. Természetesen viszonyítva a konkrét számok úgy sem mondanának ma valós információt. Más állásokhoz képest jól fizetett bankban dolgozni, és mit szóltak hozzá szüleid, ha beleszóltak egyáltalán a választásodban? 1987-ben kezdő közgazdászként a Román Nemzeti Bankban nem sokat többet kerestem, mint tanítóként, de kevesebbet, mint a jól fizetett szakmunkás barátom. Én, ami a pályaválasztás illeti, jó tanuló voltam, a szüleim munkás emberek, és nem tudtak segíteni a pályaválasztási döntéseimben. De voltak olyan bölcsek, hogy semmit nem próbáltak rám erőltetni. Soha. Ekkor viszont megpróbálkoztak. Amikor közgazdászként végeztem, akkor történt meg egyetlen egyszer, hogy édesapám próbált meggyőzni arról, hogy maradjak otthon Keresztúron, az akkori ávikolában farm könyvelőként, ez könnyű állást, jó fizetés és nem utolsó sorban az akkori kincset jelentő élelemhez való korlátlan hozzáférés jelentett. Egyetlen percig sem gondolkodtam rajta, és nem is kérték ezt soha többet később tőlem. Beszéljünk a tartalomról is. Egyetemi éveid alatt ugye tanítóként dolgoztál. Milyen volt bankban dolgozni a kis diákok tanítása helyett? Hát egy teljesen új világ nyílt meg előttem. Elképzelhetetlen nagy különbség volt. Ami ahhoz, hogy megértsük, hogyan működött akkor a bankrendszer, az egyszintű bankrendszerben az állami vállalatok iparág szerint voltak a bankokhoz rendelve, amelyeket a bankok nem csak finanszíroztak, mármint a vállalatokat, hanem állandó gazdasági és adófelügyelet alatt tartották. Én felügyelőként kezdtem. Itt is, hogy mondjam, nagy szerencsém volt, mert nagyon sokan ugye kezdőként alacsony pozícióba kezdték, én felügyelőként kezdtem. Tehát már az első héttől jártam ellenőrzésbe, kísérőként persze az elején, majd egy idő után saját portfóliót kaptam közepes cégekből. Betekinthettünk így a vállalatok életébe, és döntéseikkel úgy gondoltuk, hogy hasznosak lehetünk, én legalábbis így próbáltam a munkámat megélni. Mindenek fölött volt azonban egy nagyszerű és egy egyedi belső munkahelyi kultúra, ami megragadott. Tehát én a mennyekbe voltam azután, hogy bekerültem a bankba, nagyon szerettem. Szerintem biztos hozzátettett a nyitott szemléletű vezető is, aki megtalált vagy megkeresett téged.
A kezdők felelősségét, tanulási fejlődési lehetőséget kapnak, de milyen volt pályakezdőként nagy tapasztalatú pénzügyi igazgatókkal egyeztetni, ráadásul úgy, hogy az egyeztetéseknek fontos következményei voltak? Az igazgatónk nagyon-nagyon jó felkészült szakember volt. Ez a vállalatvezetőkön, a bankon belül senki nem, tehát sem a vállalatvezetők, sem a bankon belül senki nem vitatta, sőt, országosan elismert volt. Tehát amikor hozzánk jött az Országos Revízióbizottság, akkor úgy tárgyaltak velem, mint kiemelt emberre, és tudom azt, hogy a volt elnökkel is személyes jó kapcsolata volt. Tehát, és emellett egy igen nyílt esz, és nagyon vagány ember volt. A kollégáim jelentős része viszont rutinos összeszokott minden kívülről csapatot alkotott, olyan munkamorállal, amit tapasztalva a fiatalok meg sem próbáltak semmi alól kibújni. Pályakezdőnek ritkán adatik meg egy ilyen szerencsés környezetben kezdjen, tehát nekem ez szerencsére megadatott. És ezért hálás is voltam, és ma is így beszélek erről. Én minden vállalati találkozomra igyekeztem becsülettel felkészülni, és kerülni a látszatát is a pozíciómból adó hatalmamnak, mert elvileg lett volna. Mi általában a vállalati pénzügyi vezetőjével voltunk közvetlen kapcsolatban. Tehát rendszerint velük egyeztettük, ritkábban a vezérigazgatókkal. De van egy találkozom, amire máig emlékszem. Szerintem az első hónapban történt, miután a bankba kerültem. Egyszer lehívott az igazgató, és mondta, hogy van egy jegyzőkönyv, amit elkészítettek. Ugye minden ellenőrzés után jegyzőkönyv volt, és megvan már beszélve a vezérigazgatóhoz, csak vigyem ki, hogy írja alá. Igen, ám, de ez a vezérigazgató, Ubornyi Mihály volt, Ubornyi elvtárs, aki előtte szerintem közel 10 évig Udvarhely polgármestere volt. És én csak úgy ismertem, mint amikor Ceausescu-t kísértette látogatásai. Amikor ez történt, őt már visszaléptették politikailag, és vezérigazgató volt egy nagy udvarhelyi gyárnak. És mondta, hogy semmi dolgom, itt a boríték, vigyem ki, hozzam vissza. És kérdeztem, hogy de nem kéne tudjak én erről valamit? Mondom, az első hónapokban volt. És mondta, hogy semmi, ez meg van beszélve. De mondom, ne haragudjon, adjon nekem egy időt, legalább olvassam át, mi van benne, és ha van kérdésem, fölteltem. Mondtam, hogy nagyon magány ember volt, és nagyon rendes. Mondta, rendben van, kevés időnk van, de tegyem meg. Hát olvastam, valami kérdésem volt is, kimentem. Odaadtam a titkárnőmnek, és reméltem, hogy visszahozza aláírva, és megyek haza. Nem ez történt, hanem Ubornyi elvtárs, azt megkértem, hogy menjek be. Megkérdezte, ki vagyok, ugye nyilván nem ismert, nem látott. Majd volt néhány kérdése, sőt olyan is volt, amivel nem értett egyet, majd felhívtuk az igazgató, és megbeszélték. Na de a nagy tanulság az volt, hogy fölkészületlenül postásként sose menj fontos emberhez találkozónak, és erre úgy emlékszem, hogy sikerült jól fölkészülnöm. Hát a felkészülésnek tartva, miért tartott fontosnak a bankon a munkahelyen kívüli tanulást? Épp elég sokat tanultál már, középiskola, egyetem, majd amikor elkezdted dolgozni, 2 héttel később már egy újabb tanfolyamon vettél részt. Igen, mert felismertem az államvizsga dolgozatom készítésekor is, de amúgy is tudtam, hogy az angol nyelv az egy nagyon fontos a mi szakmánkban. 87-ben Udvarhelyen semmi szükségem nem volt rá, de gondoltam, hogy ez változni fog. Úgyhogy mikor megtudtam, egy héttel azután idejöttem, éppen indul egy angol tanfolyam, már ott voltam, és jól gondoltam, mert 89-re változott a helyzet, én már viszonylag tudtam angolul, és volt onnan építkeznem. Hát ha már előkezdtünk 89-ig, akkor a harcos körülmények között rendszerváltozás indult el, vagy a Romániában. Hol, hogyan érintett téged 89. decemberre, és mihez kezdtél a lehetőségekkel? Épp a keresztúri kereskedelmi vállalatban végzett tematikus ellenőrzés jegyzőként beszéltem meg az igazgatóval. Amikor a térről berohant egy forradalmár, leakasztotta az igazgató mögül a Ceausescu képet, és kidobta az ablakon a főtérre. Így kezdődött. Néhány nap múlva viszont bekerültem barátaim által a Székelyudvarhely ad hoc városvezető tanácsába, akik emlékeznek rá, ezt úgy hitták a Nemzeti Megmentési Front, amelyben vállalat és intézményvezetők, mérnökök, tanárok, de munkások ad hoc tanácsa vezette a várost egészen a tavaszi első választásokig. És mindenféle kérdésben mi döntöttünk, ez a tanács. Fogadtuk a külföldi delegációkat, tárgyaltunk gazdasági kérdésekbe. 28 évesen jó tapasztalat volt. Tanultam a tapasztalatoktól,
és fölmérhettem, hogy mit ér az én tudásom a gyakorlatban. A tavaszi választások előtt sokat politizáltunk. Én részt vettem az RMDSZ nagyváradi alakuló kongresszusán is. Az első választások után viszont eldöntöttem, hogy én maradok a szakmámmal, és onnantól többet soha nem foglalkoztam aktívan politikával. Akkor a politikán kívül nézzük meg részletesebben azt a két tevékenységet, amelyet később hosszabban folytattál. Miért kezdeményezted a közgazdászklubot, illetve mi volt a hatása a későbbi élete? 89-ig. Románia olyan elszigetelt volt, hogy például Magyarországról, amik az is a keleti blokk tagja volt, jövő delegációk képviselői is olyan újdonságokról beszéltek nekünk 90. januárjában, amit nem is értettünk, sem a vállalatvezetők, sem én. A külföldi delegációk a vállalati képviselőitől rengeteget lehetett tanulni, és úgy gondoltam, hogy ezt a tudástranszfert struktúrálni kéne, meg kellene szervezni minél több szakember bevonásával. Így aztán január végén, februárban kezdeményeztem, és megtartottuk az első közgazdászklubot az egykori matricagyár termében. Volt neki egy klubja, és akkor sok fontos szereplővel, tehát már részt vettek az elsőn akár vállalatvezetők is. Később ebben a klubban főleg vállalati pénzügyi vezetők maradtak, és az akkori fiatal közgazdászok alkották a gerincét. 1990 nyarán a kolozsvári magyar közgazdászok Pirik László által kezdeményezett találkozóján Csanádi András felvetette, hogy a már működő és régi magyar közgazdasági társaság mintájára Erdélyben is alakulhatna egy szakmai szervezet. Ezt követően a résztvevők a korábbi tanárok dr. Kerekes Jenő elnökletével megalakították az RMKT-t júliusban, és behelyezték. Mi szeptemberben értesültünk erről, megkerestek, és csatlakoztunk, mint klub, nevet váltva, és RMKT helyi szervezetté alakultunk. Tehát el szoktam néha viccesen mondani, hogy mi ugyan formailag utólag csatlakoztunk az RMKT-hoz, de fél évvel megelőztük őket. A 90-es években az RMKT nagyon sok továbbképzést biztosított a tagjainak. Ezeknek az értékét már nehéz, hogy nem könnyű elismerni, de ezek hihetetlen fontosak voltak. Ezeket a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem tanárai tartották az elején, már 90-től kezdve, hétvégenként rendszeresen jártak a erdélyi magyar városokba, és sokan jártunk tanulni. Ezt követően sor került néhány magyarországi, hosszabb, egy-két hetes, nagyon komoly képzésre. Ezek szakmai anyagi megszervezésében sokan vettek részt. Nehéz lenne a felsorolásokra úgy vállalkozni, hogy igazságtalanul ki ne hagyjak valakit. Azt viszont meg kell említenem, hogy Csikán Attila tanszékvezető munkatársai oroszlán részt vállaltak benne. Egy példát azért említenék. 1991. márciusában két hét bentlakásos képzést szerveztek közel 50 erdélyi magyar közgazdásznak. Ennek a főszervezője Kocsis Károly fiatal tanár volt. Előadók Magyarország legismertebb tanárai, gazdasági vezetői, politikusai az összes fontos párt részéről. Ma ez megfizethetetlen és nehezen elképzelhető lenne. Számomra máig emlékezetes maradt több előadás. Néhányat megemlítek. A Sárközi Tamás előadása az 1998-as társasági törvényről, amely a politikai rendszerváltást jóval megelőzően letette a magyar gazdasági rendszerváltás alapjait. Hihetetlen jó előadás volt, nagyon sokat lehetett belőle tanulni. Vagy Pulai Miklós, reformközgazdász, a világban kormányzója és a Bankszövetség főtitkára előadásaiból máig megmaradtam, milyen egyszerűen és alázattal beszélt a banki pénzügyi szektorról és ennek átszervezéséről. De ott volt a fiatal generációból Száz János, aki a bankárképző, a brókerképző alapításáról, illetve az értéktőzsre újraindításáról beszélt, mint aktív résztvevő, vagy Király Júlia, aki évtizedeken keresztül számos fontos pozíciót töltött be magyar pénzügyi körökben. A sor nagyon hosszú, ha folytathatnám. Azt hiszem, ebből is érzékelhető, hogy ez számomra nagyon értékes szakmai képzés volt, és azok számára is, akik velem együtt ezeken részt vettek. Nézzünk be egy picit a vállalkozás világába. Honnan jött a cég alapítása, könyveléssel foglalkozó cég ötlete? Hogyan lehetett ezt bank mellett végezni? Mi volt a hatása a környezetre és a te életedre? 90 márciusában jelent meg a 31-es törvény. És akkor, 90 elején mindenki azon gondolkodott, hogy hogyan, mindenki, sokan
gondolkoztak azon, hogy hogyan tudnának vállalkozni. Az elsők, akik ezt elkezdték, azok a kisiparosok voltak, akik már korábban is eszették, csak ugye ők valamilyen szervezet, szövetkezeti keretben kellett tegyék. És első között keresték meg az igazgatót, ugye velük dolgoztak már 10 éven keresztül, és hogy segítsenek ebben. Engem ez a kérdés érdekelt, és a szakirodalmat átolvastam. Megbeszéltük az igazgatóval, neki megvolt a kapcsolata, jól értette a törvényt magát is. Én hasonlóképpen szerettem ezt, és ugye később tanultam is erről sokat, és úgy érzem, hogy megvolt egy olyan kettős, ami hatékony volt. Az ügyletek többségét ő hozta, a kivitelezés nagy részét én végeztem, de közösen tárgyaltunk az ügyfelekkel. A könyvelést, amit közösen végeztünk, azt viszont teljesen tőle tanultam meg. Tehát azt mondom, hogy a cégalapításban elég nagy része volt, nagy volt az én részem, addig a könyvelésben teljesen mindent tőle tanultam meg, mert ő viszont komolyan tudott könyvelni. Tehát nem csak megnézte a könyvelést, ezt profi módon tudta. És ez azzal járt, hogy rengeteget dolgoztam munka után, és hétvégeken is, éjszakákon át meg sokat, és hát ugye akkor ez nem volt leszabályozva, hogy lehessen, vagy nem, mindenképpen nem abban, ahol végeztem ezt a munkát, és hát tanultam is belőle, meg hát pénzt is kerestem. Hát akkor ismét kellett tanulni mást is, mint amit arról eddig beszéltünk, úgyhogy akkor az előbb említett már tanulási vágy, az továbbra is konkrétumokban valósággá vált. Mesélnél a 91-es és a 92-es magyarországi tanulási lehetőségekről, kérlek. Miért voltak ezek végül fontosak számodra? Azt már korábban említettem, hogy akkora különbség volt tudásban, gazdasági kultúrában a két ország között 90-ben, hogy nagyon sokat lehetett onnan tanulni. Szakirodalom szempontjából is nagyon sok könyvet már ők korábban lefordítottak. Ugye a társasági törvényük 3 évvel hamarabb történt meg, a tőzsdék is hamarabb működött, nem ilyen. Szóval sok szempontból egy olyan ország volt, ahol lehetett tanulni, és ugye ez volt számunkra a legelérhetőbb is. Meg az RMKT-n keresztül voltak is kapcsolataim. Tény az, hogy 92-ben kaptam egy ösztöndíjat, ami nem a mai ösztöndíjak szerint működik. Volt egy összeg, ami valamennyi megélhetés biztosított. Hogy megértsük, hogy mennyit, végül 2,5-3 hónapot töltöttem ki kint, de úgy, hogy szállást nem kaptam, és ez tulajdonképpen csak a megélhetésre volt jó, de én akkor megettem életemnek a párizsi adagját. És választom, de ez a képzés, ez sokkal komplexebbé vált, mint ahogy én ezt induláskor még elképzeltem. Ugyanis a napjaimat ketté osztottam. Délelőtt az Inter-Európa Bankban szakmai gyakorlatoztam. Egy barátom beajánlásával a banknak, amely a São Paulo csoport tagja, és akkor az első között egy magyar privát bank volt, a vezérigazgatója arra vállalkozott, hogy engem egy teljes képzésen visz át a bankon, és ez meg is történt. Tehát én minden nap egy szervezett program keretében a bank központjában, igazgatóságonként körbejártam minden területet, sőt, a képzés végén egy hetet töltöttem egy a pécsi fióknál is. És minden nap reggel 8-tól vagy egyik kettőig ezt tettem, és kettőkor kezdődtek az órák az egyetemen. Tudtam azt, hogy nem tudom a fél évet kiülni, és kiválasztottam két tantárgyat, amit rendszeresen hallgattam. Az egyik a vállalati pénzügyek voltak, a másik meg a banküzemtan. És a vállalati pénzügyek a tantárgy komplexitása miatt is, amivel csak 2 hónapot hallgattam, nem voltam képes, és nem tudtam felkészülni, vizsgázzam, de a banküzemtanba kimentem, és jelesen vizsgáztam. Itt viszont tanultam egy nagyon fontos dolgot, amit az idén is alkalmaztam. Ugyanis a tantárgy előadásának volt egy hihetetlenül jól megközelítése. Ligeti tanár úr fölvezette a tantárgyat, majd amikor az első konkrét ismeretek bemutatása következett, hívott egy banki alelnököt, vezérigazgató helyettest, amelyik már konkrétan a szakmájáról beszélt. De itt nem állt meg a gyakorlati oktatás, amikor olyan területekről tartott előadást, amit ő ugye nem ismert részletesen, akkor ő hozta a saját kollégáit. Hihetetlen jó volt, és jól lehetett tanulni,
Úgyhogy én ezt máig alkalmazom, hogy bár az idén is meghívtak Kolozsvára egy előadásra az egyetemre, és nem mentem magamtól, pedig minden témáról tudtam volna beszélni, de a kollégáim sokkal részletesebben és pontosan tudtak beszélni arról, amit a diákok meg kellett értsenek. Szóval ez egy nagyon jó képzés volt, gyakorlati és elméleti. Tehát a képzés végén, áprilisban kaptam egy ajánlatot is Iványi György vezérigazgató úrtól az Interpol Bankba, mint fiókvezető helyettes. Hazajöttem, ugye itt volt a családom és az egyéves fiam, és itt várt egy újdonság, pontosabban kettő, kineveztek fiókvezetővé a bankba. És később kaptam egy új megbízást, ami jelentősen megváltoztatta az életemet. Cenzor lehettem az éppen privatizált IKOS-ban. Úgyhogy írtam egy udvarias levelet Iványi úrnak, és fájó szívvel, de lemondtam az állatról. Mondjuk nem is gondolkoztam azon, kiköltözzem, de az egy hihetetlen jó lehetőség volt akkor. És mit jelentett ezzel szemben az előléptetés és a cenzorság számodra? Hát az irodavezetői állás úgy született meg, hogy a vállalati ügyfélkört 92 telén a Kereskedelmi Bankba ketté vágták. Külön szervezték az államvállalatokat, azok a nagy cégek voltak, és külön a magánvállalatokat, akik azok többségében még kis vagy közepes cégek voltak, és ennek az új irodának lettem a vezetője. És ez volt első alkalom, hogy amit éppen frissen tanultam Magyarországon, alkalmazhassam. Ebben az igazgatóm partner volt, de a kollégáim főleg az idősebbek kevésbé. Szerencsére növeltük az iroda létszámát, jöttek új kollégák, és ez már sokkal jobban működött. Ami az IKOS-beli cenzorságomat illeti, a tisztség a mai külső audit feladatainak egy részét jelentette, több mint 10 évig végeztem, dolgoztam ebben. Fölhasználtam a vállalati pénzügyi és banki ismereteimet, de nem utolsó sorban a társasági jogszabályozásban szerzett tapasztalataimat is. Kinevezésemmel nagyjából egyidejűleg a vállalat egy átfogó és hosszantartó változáson ment át. Privatizálták, és egy külföldi beruházó ellenőrző csomagot szerzett benne. A korábbi főkönyvelő lett a vezérigazgató, hozott egy nagyon jól képzett új pénzügyi vezetőt, és bevont az új igazgatótanácsban néhány értékes szakembert. A gyorsan történő változások gyakori konzultációkat tettek szükségessé, és igen komoly kihívásokat jelentő tárgyalások következtek az új többségi részvényessel. Számomra ez egy szakmailag nagyon-nagyon hasznos 10 éves időszak kezdetét jelentette. A vállalati privatizáció keretében, mint mondtam, ellenőrzött részvénycsomagot szerzett Joseph Szerussi, izraeli-kanadai üzletember. És hát ez ugye egy teljesen új helyzetet teremtett. A közülésekre való felkészülés és a vele való találkozások mindig nagy kihívás jelentettek, és tanulságosak voltak. A cég vezérigazgatója nagyon komolyan felkészített mindenkit, aki ide ment, és az igazgatótanácsi tagoktól cenzorokon keresztül mindenki ott kellett legyen, ahhoz, hogy bármilyen felvetett kérdésre tudjunk érdemre válaszolni. Nagyon bölcsen vezette az üléseket, és ezek utólag is értékelés nagyon tanulságosak voltak a fiatal közgazdás számára. A tanulás mellett beszéljünk arról, hogy mi történt a bankszektorban a 90-es évek elején. Ez hogyan érintette a szakmai utadat? Megváltozott a Nemzeti Bank szerepe? Elkezdtek megjelenni a kereskedelmi bankok? Gondolkoztál elmenni kereskedelmi bankba? Ha igen, mikor, miért váltottál a Nemzeti Bankból és a szakmai életed szempontjából fontos vezető mellől? 1990. decemberében nálunk is létrejött a kétszintű bankrendszer. És ennek eredményeképp a Román Nemzeti Bankból kivált a kereskedelmi banki tevékenység a Román Kereskedelmi Bank a böcsödi formájában. Egyidejűleg kezdtek megalakulni az új bankok, ahova nálam idősebb kollégáimból kettőt is meghívtak igazgatónak. Vártam, hogy fiúk igazgatóként is kipróbáljam magam, és egyszer engem is megkerestek egy ilyen ajánlattal. Ezúttal már egy születő komoly hitelintézmény részéről. A megyei igazgatóval volt egy jó beszélgetésem, szükségük is lett volna rám, a feltételek is tetszettek, de egy dolog zavart. A leendő főnökömnek, aki hihetetlenül lelkes volt és erős támogatásnak örvendett szervezeten belül,
semmi banki tapasztalata nem volt. És úgy éreztem, hogy ennek nincs is igazán tudatában. Elmentem hát az igazgatómhoz, és végigbeszéltem az ajánlatot. Majd abban maradtunk, hogy ebben nem tud támogatni, de megígérte, hogy amikor olyan ajánlatot kapok, ami számomra jó, ő nem fog ebben megakadályozni. És másfél múlva kaptam egy interjú meghívót a román külkereskedelmi bank alelnökétől. Amikor ezt követően ismét leültem az igazgatómmal ezt megbeszélni, azt mondta, hogy igen, ebbe támogat egy feltétellel. Egyetlen kereskedelmi banki alkalmazottat sem vihetek magammal. Na, ahhoz, hogy ezt megértse valaki, akkor az udvarhelyen dolgozók, mit tudom, fele a kereskedelmi bankban dolgozott. Tehát, hogy mondjam, ha egy új bank akart alakulni, és onnan nem vették senkit, ez egy nagyon-nagyon komoly kitét volt. És jó kihívás volt neked vezetőként, mert ugye felépítettél egy csapatot, egy bankfiókot. Milyen feladat volt ez számodra? Mit jelentett a vezetői tapasztalat? Ahhoz, hogy a mai hallgató ezt megértse, néhány szóban beszélek a román külkereskedelmi bankról. Ez a keleti országok mintájára egy szakosodott bank volt, az egyetlen egy országonként, amelynek kapcsolata volt 89-ig a külvilággal. Tehát minden külkereskedelmi tevékenység csak ezen a bankon keresztül történhetett. 89 után a szakemberei nagy része szétszélett a kereskedelmi bankokba, ugye ezek csak így tudtak devizemületeket végezni, mert 89 után már lehetett. Elindult ugyanakkor a Román Külkereskedelmi Banknak egy belső fiókhálózat építése, de a nagyvárosokban csak Székelyudvarhelyi méretű városban soha nem volt fiókja. Azt hiszem, a legközelebb méretű is 2-3-szor nagyobb városban volt, mint Udvarhely. Tehát kérdés, hogy hogy jött ide? Ennek az oka egyszerű, úgy nyitott itt fiókot, hogy Szerusz Jura, akiről már beszéltem, az IKOSZ sikerén felbuzdulva egy zöldmezős beruházásról döntött, amihez megnyerte a Román Külkereskedelmi Bank támogatását. Ez akkora tranzakció volt, hogy fiókot nyitottak Udvarhelyen, és engem, mint fiókigazgatót kineveztek az új cég, a Noráda igazgatótagságába is. A legnagyobb kihívás viszont a szakemberek megtalálása volt. A két alapembert, a főkönyvelőt, és a főkönyvelőt a kincstárból, a hitelosztály vezetőjét egy magáncégtől alkalmaztam. Ugye emlékeznek a hallgatók, hogy az igazgatóm azt mondta, nem vettek el senkit. Amikor a főkönyvelőt elhoztam, akkor fölhívott, hogyha tudta volna, hogy a fiának a főkönyvelőt viszek el, akkor adott volna valakit a bankból. Óriási szerencsém volt velük, máig a legjobb kollégáim közt tudok róluk beszélni, és nélkülük sokkal göröngyösebb lett volna az előttünk álló út. A front office-ba sikerült egy tapasztalt szakembert és pénztárost találnom, a csapat többi tagját viszont főleg frissen végzettekbe alakítottuk ki, és ez reményen fölül sikerült. Nekik átadhattam, amit tudtam, és külföldön tanultam. De frissen végzettek voltak, ott aki matematikus volt, ott aki finom mechanikát tanult. Úgyhogy ezek a példák azt mondták, ezek nagyon jó képzett emberek voltak, elméletileg, és őket lehetett tanítani, és mondjuk egy olyan területen kellett képezzék magunkat, a devizaműletek, amit úgyse tudtak volna másban megtanulni. Ez nagyon izgalmas volt, gondolom nekik is. Aki ügyfélként bejött hozzánk a bankban, az egy új, a többi banktól eltérő szemléletet találkozott. Jó, lehet, nagyon érdekes szakmai időszak volt ez a karriered során. Meglátjuk, miről mesélsz később, de ugye ez egy fontos állomás volt. Igen, a szakmai fejlődésem és karrierem szempontjából egyaránt. De itt kellett megbirkóznom később az első szakmai kudarcommal is. Ó, hát akkor elemezzük ide, ne lépjünk még oda, hanem mit jelentett a város Udvarhely számára, vagy a megye számára ez a bankfiók? A vállalati fejlesztések devizafinanszírozásának a könnyebb elérhetőségét jelentette elsősorban, mivel a Román Külkereskedelmi Bank erre volt szakosodva, a térség számára a finanszírozásunk által létrejött Noráda konkrétan 1500 új munkahelyet teremtett, majd később egy országosan máig elismert férfi konfekcióbrendet. A megye számos nagyvállalata számára biztosítottuk az első nagy modernizációs fejlesztések forrásait. Ez azért volt fontos, mert például 1996-ban több millió eurós nagyságrendű finanszírozáshoz nem csak nagyon nehéz volt egy vállalatnak hozzájutni, hanem a mainál sokkal komplexebb lebonyolítást és ehhez szaktudást igényelt egyrészt a decentralizált és gyengén szabályozott folyamatok,
másrészt a bonyolult elszámolás miatt. Hát akkor még akkreditíveket használtam, meg garancialeveleket Európán belül. Most nem tudjuk elképzelni sem. A mai bankár kollégám nem is tudják, mi az, mert nincs rá szükségük. Amire ebből az időszakból szívesen gondolok vissza, az a korábban egy országos ismert modellgyár létrejöttének a finanszírozása. Az egész projekt összerakása és lebonyolításának a részleteiben olyannyira szükségük volt ránk, hogy a szerződés végső változatának a tárgyalásán is ott asszisztáltuk a ügyfelünket Bukarestben. A nevét azért nem említem, mert a tulajdonos, akivel mindezen átmentünk, már nem él, hogy megerősíthesse. Corporate, tehát nagyvállalati bankárként, ekkor voltam a legaktívabb és legfelkészültebb. Mindössze 35 éves voltam. De a román külkereskedelmi bank helyzete országosan egyre romlott, a rossz hitelállománya miatt. Megtapasztalhattam, milyen, amikor a szakmai tudás, tapasztalat, jó applikációk mellett hiányzik a hatékony kockázatkezelés, és mértéken fölülbeavatkozik a politika a döntéshozásban. A bank konszolidáció nem sikerült, és 1999. szeptemberében beolvasztották a román kereskedelmi bankba. Így aztán át, vagy visszaadtuk az összes ügyfelünket a román kereskedelmi banknak, a kollégáim egy részét átvették, majd szó szerint mindent fölletározva átadtam a fiók, bezártam a fiók ajtaját, és átadtam a kulcsot az új tulajdonosnak. Majd a következő hetet, mint a cseh székelyudvari térség igazgatója kezdtem. Az akkori bankszektor legfejlettebb szervezetéből a legelmaradottabbba kerültem, de hálás voltam, hogy a szakmámban maradhattam. Ugyanis a bank átvételét szabályozó kormányrendeletben volt egy ma talán elképzelhetetlen tétel, viszont a Böcsérén nem veti át a román külkereskedelmi bank igazgatóit. Tehát minket, hogy mondjam, vádoltak ezzel. Érthető, hogy fizióban védték a sajátjaikat, de minket csoportosan elítéltek. Persze ezt a bíróság később érvénytelenítette, de hát arra már minden megváltozott. Akkor a csekkbanknál eltöltött rövid idő miatt inkább koncentráljunk következő lépésként a Raiffeisennél való kezdésre. Ugye a Raiffeisen a 2000-es években kezdett Romániában, egy bank felvásárlásával léptek be erre a piacra. Milyen bankot találtál kezdéskor, és melyek voltak az első kihívások? 2002 végén, amikor Raiffeisenbe léptem, mint a Hargita megye fiók hálózatának az igazgatója, javában folyt a mezőgazdasági bank területi vezetőinek megerősítése, illetve esetenként a cseréje, és már sok új és fiatal vezető volt a szervezetben. A központi vezetésben sok volt az ABN AMRO-ból átjött bankár, ők jöttek az új elnökkel, és egy teljesen új nyugati kultúrát és szemléletet hoztak a szervezetbe. Megkezdődött a teljes személyzet modern banki átképzése és a szervezet újra szabályozása az alapoktól, kiemelve legelőször az aktív értékesítést, és emellett a hatékony kockázatkezelést. Mindkettőre szüksége volt a mezőbanknak is. Lehetett tanulni. Nagyon jó volt a vállalati kultúra, és lassan kezdett megújulni a csapatunk is. Tetszett nagyon a munkám, holott az ingázás napi bő 2 órát jelentett, és télen bizony gyakran a reggeli hoekékkel együtt keltem át a Hargitán. Mi hajtott arra, hogy ismét tanulásra ad a fejed? Végül mit tanultál, és hogyan, miért ezt a képzést választottad? Már a 90-es években foglalkoztatott a gondolat, hogy doktoráljak. De a román külkereskedelmi bank időszakában semmire nem volt időm, erre sem. A cseh időben viszont végre lett, és elkezdtem foglalkozni vele. Először a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen érdeklődtem. Rájöttem viszont, hogy az ottani követelményeknek én már sem tudásban, sem koromban nem felelek meg. És ezt nagyon korrektül el is mondták nekem. Korábban megismerkedtem az RMKT egyik konferenciáján, a Temesvári Egyetem dékányával, később tanárával, Szilvő Csérna tanárúrral, aki nem mellesleg a Román Nemzeti Bank igazgató tanácsának tagja is, tehát egy jó felkészült szakember volt. Elmentem hozzá Temesvárra, hogy beszéljünk arról, hogy fölvenne-e a programjába, a doktoráknál. Az első kérdés az volt, hogy tanítok-e. Mondtam, hogy mellékállásban igen, de főállásban nem látom magam a tanárnak. Őszintén elmondta, hogy nem szokott fölvenni senkit, csak olyat, aki tanít. De mondta, hogy
ő hajlandó meggondolni azt, hogy esetleg kivételt tegyen engem együtt. És akkor még tett néhány megjegyzés nekem. Elmondta, hogy ő egy-két embert fogad évente. Nagyon keményen megdolgoztatja őket. Tehát aki nála végez, az egy komoly képzésen megy át, aki, és azért szeretné, hogy ezek az emberek tanítsanak. De tudjam meg, hogy amikor végzek, én ugyanazokkal fogok egy csoportba kerülni, akik ennek a tizedét nem teszik le munkával. És azt mondja, hogy neki volna egy tanácsa, ha én elsősorban az üzletjelben akarok elhelyezkedni, akkor úgy gondolja, hogy számomra nem a doktorátusz az út, hanem végezzek egy mesterképzést. De, tette hozzá, semmiképpen nem menjek egy egyetemi mesteri képzésre. A mesteri képzésnek mondta a fő hozadéka az, hogy gyakorlatias, amit az egyetemi oktatás valószínű, hogy nem ad meg, egyrészt. Másrészt meg a másik nagy hozadéka az, hogyha olyan közösségben tanulok, tehát olyan emberekkel együtt, akitől tanulni tudok. Tehát én ilyen helyre menjek. Na de még nem volt ez eldöntve, abban azzal váltunk el, hogy menjek el a titkárságra, amit föl is hívott, és szerezzem meg az okmányokat, amivel be kell iratkoznom. El is mentem a titkárságra, megkaptam az okmányokat, majd rákérdeztem, hogy mi van az angol idegen nyelv tudással, gondolván, hogy ez egy fontos része a doktoranduszi képzésnek. És mondta a hölgy, hogy hozzak egy igazolást, hogy tudok angolul. De kérdem, honnan? Aztán mindegy, valamelyik helyi iskolából szerezzen egyet. Kijöttem az ajtón, és akkor eldöntöttem, hogy ez a dolog engem nem érdekel. És ez be volt fejezve. Elkezdtem tehát keresni, hogy hol kapnék egy olyan mesterképzést, ami ezeknek a szempontoknak, amiket Csernóról elmondottam, és nekem engem megfogott, megfelelne, és hát el is tudom érni, mert ezeket fizetni kell, és a csekkben ezt nem gondoltam, valaki fizetni. Így találtam rá az Oxford Brookes Egyetem programjára, amely Magyarországon zajlott. Egy Amerikából hazajött ember alapította az iskolát, az egyetemnek a programját adták le, és jó visszajelzések voltak. Nagyon jó választás volt. Gyakorlati orientált képzés volt, angol nyelvű képzés. Ugye csak zárójelben említettem meg, hogy az MBA az alapvetően angol képzés, nyelvű képzés. Persze már ott is volt később magyar nyelvű, nekem az nem érdekelt. Még jó neve is volt, és amit nem tudtam, de később nagyon jó társakat kaptam. Ugyanis a Magyarországon működő nagy multicégeknek a közép- és felsővezetőikkel voltam osztálytárs. És pontosan azt kaptam meg, amit ugye szükségem volt. De nagy szerencsém volt, mert volt egy hihetetlen jó tanárom is. Ugye az Oxford Egyetem tanárai tanítottak minket, hanem magyarországi magyar, vagy külföldiek. És ezek között volt egy tanárunk, akit mindenki a legjobbak között tartott nyilván, aki az időben konzultánsként dolgozott multinacionális cégeknél, de mint megtudtuk, ő az SAS-ből került nyugdíjazásra. A hallgatóság azon tagjának, aki nem tudják, mi az SAS, ez a világon első két létrejött különleges alakulatok, a brit királyi haderőnek az alakulata, és ő tőle nagyon sokat lehet tanulni gyakorlati módon. Kettőt említek meg, egyrészt nagyon sok példát adott a stratégia alkalmazására, de amit megtanultam tőle és alkalmaztam végig, az a vízszintes koordináció fontossága. Miért fontos ez? És máig ezt hiszem. Egy szervezetben, főleg akkor, hogyha a tagjai nem egy koncentrált helyen vannak, fontos, hogy legyenek képesek egymás között koordinálni a tevékenységüket, és döntést hozzanak időben, akkor is, ha hierarchikusan ez nem elérhető. Ugye értik, hogy a különleges alakulatoknál ez a gyakorlatban szinte folyamatosan előfordul, és valószínű, hogy onnan jött ezzel. Tény az, hogy én erre ezt akkor megtanultam, erről majd később beszélek, hogy a Raiffeisenben ez a régió szubkultúrájának a része volt, és voltak is ilyen kezdeményezéseim. Ezt neki köszönhetem. A Raiffeisen mellett akkor még beszéljünk arról, hogy mikor, hogyan, milyen ajánlatot kerestek meg az OTP-től, és mi mesélhető el az ottani tapasztalatokról.
Az OTP több évi sikertelen próbálkozás után 2004-ben megvásárolta a Robankot. Ez egy kisméretű, de részlegesen országos hálózata rendelkező corporate bank volt. Ugye az OTP viszont egy retail bank. Azonnal elkezdődött a lakossági üzletág kialakítása és a hálózat fejlesztése. Az első ajánlatot a fiók hálózati igazgatói pozícióra kaptam. Majd amikor a retail vezetésére kijelölt személy hirtelen beteg lett, nekem ajánlották föl. Az addigi szakmai tapasztalatomhoz hasonlítva nagyon nagy, mondhatnánk túl nagy ugrás volt, de úgy éreztem, hogy az éppen akkor befejezett 2 éves MBA-m segíthet ezt áthidalni. A feleségem áldásával belevágtam, és nagyon intenzív, minden nap késő estéig tartó munkanapok következtek gyakori budapesti utazásokkal. Szakmailag legalább 3 nagy kihívás jelentett. Elsőként a román piacra adaptálva implementálni az OTP csoport alkalmazásait, szabályozásait, amelyek egyébként nagyon jók voltak. 2. A retailben tapasztalt megfelelő szakembereket bevonni, és a létező személyzetet átképezve a hálózatot minél hamarabb kifejleszteni. És a 3. A helyi vezérigazgatóval és elnökkel együttműködve és az OTP csoport képviselőit folyamatosan tájékoztatva megszerezni mindehhez a szükséges támogatást. Mivel nyilvánvalóan az első 2 volt a szervezet számára a legfontosabb, könnyen is lehetett mérni, és ez kötött le kimérülésig, de végül sikerült megtalálni minden pozícióra a megfelelő személyt. Egy valakit közülük máig az egyik legmegbecsült vezetőként tartják a bankban. És annak idején ezt én vettem föl. Bár érzékeltem a személyi feszültségeket, úgy a helyi vezetésben, mint a budapesti központban, úgy gondoltam, hogy ez nem az én dolgom, megoldják fölöttem és hagynak dolgozni. Akkor sem gondoltam, hogy veszélyben lennék, amikor a projektért felelős budapesti alelnököt, aki épp nálunk volt, telefonon fölhívták, és közölték vele, hogy más bíztak meg a projekttel, elvették a román projektet tőle. Ő pedig felén fordult és azt mondta, mostantól csak magamra számíthatok. Innentől azonban romlott a helyzet. Az egyik budapesti tanácsadó megszerezte a központ új képviselőinek a támogatását, és ő lett az új vezérigazgató jelölt. Én pedig az ő első leváltásra kiszemeltje. Már nem csak a szakmai teendőim kötöttek le, hanem az ő támadásainak a napi elhárítása is. Egy napon megjelent az új budapesti főnök, nagyfőnök, mármint aki felelt a román projektért, és közölték, hogy mással szeretnék folytatni. Ekkor már engem is érdekelt egy korrekt megállapodást, amit sikerült is elérnem. Hát egy rövid, de annál erősebb tapasztalatból mit szűrtél le? A nagyvállalatok esetében minél magasabban pozícionált valaki a ranglétrán, megítélése az eredmények alapján kevésbé könnyű, mint egy végrehajtó egyszerű pozícióban. Ezért aztán ezen a szinten megnő a szerepe a vállalati csoporti politikának és a személyes kapcsolatoknak. Ezt én nem ismertem föl idejében. Nyilván azért, mert addig nem volt központi banki tapasztalatom, amint hogy központi vállalati tapasztalatom. Az akkori OTP-ben ez rendkívül erősen nyilvánult meg, és tartok tőle, hogy ez ma is megvan. Amint ilyenkor lenni szokott, a vezérigazgató helyettes társaim igazat adtak ugyan nekem, bátorítottak, de elkerülték a konfrontációt. Néhány hónap múlva egy kivételével, aki közben szerzett magának támogatót, mind az én sorsomra jutottak. Olyan toxikus környezetben, mint ami ott, akkor, egy időre kialakult, én soha nem dolgoztam. Erős mondatok. És milyen szempontok alapján választottál új feladatot? Először is a szakmában akartam maradni. És azt szerettem volna, hogy ezt a tudást, mert ez egy nagyon intenzív tudás volt. Tudásszerzés volt, megszerzett tudást fel akartam használni. Nyilván, ha én akkor Bukarestben keresek állást, valószínű, hogy kaptam volna. De a fél év alatt úgy éreztem, hogy ez nagyon nagy áldozatokkal jár. Ugyanis amikor én elmentem Bukarestbe, abban állapodtam meg a feleségemmel, ezt egy évig teszteljük. De ugye fél év után, amikor ez így fölmerült, amikor megtörtént mindez, úgy láttam, hogy jobb volna nekem közelebb kerülni, bár akkor már úgy gondolkodtam, hogy nem szeretnék már egy kis
egységben dolgozni, valami többet kéne vállalnom. Közben nagy változások történtek a Raiffeisen Bankban. Elment a hálózati igazgató, elment a vezérigazgató, és az én egykori főnökömet előtették, akit nem sokkal előtt főnök, előtették hálózati vezetőnek, és szabadá vált Brassóban a régió igazgatói állás. És akkor minden gyakorlatnak ellentmondva visszaléptek és előléptettek. De azt hiszem, hogy ez nagyon összefüggött azzal, ahogy én elmentem. Remélem, hogy te is visszamentél a Raiffeisenhez, munkatársad is átmentek más csapatba az anyabankon belül. Érdemes lenne arról beszélni, hogyan lehet elmenni és elengedni szépen, hatékonyan, emberségesen kezelően. Mesélnél, kérlek róla. Azzal kezdem, hogy amikor eldöntöttem, hogy elfogadom az OTP ajánlatát, első között a kevés az előtt előléptetett, korábban hasonló pozícióban dolgoztunk, a főnökömet kerestem meg, és személyesen meglátogattam, és elmondtam, hogy milyen helyzetben vagyok. Azt is elmondtam, hogy és igaz volt, hogy én nem kívánkoztam, mert én nagyon jól éreztem magam, de ez olyan lehetőség, amit, hogy mondjam, az ember nem gyakran kap, és meg akarom ezt lépni. Majd elmentem Bukarestbe, ahol leültem, és találkoztam a hálózati igazgatóval, a Ritira elnökkel, sőt az az alelnökkel is, aki már régóta ismertem, és személyes jó kapcsolatom volt a bankon belül, már más bankban is dolgoztunk együtt. Erre nem volt szükség, és valószínűleg meg is lettem őket. Én akkor tulajdonképpen korrektség volt, de nem gondolkoztam azon fél évben visszajövök. De én akkor annyira, hogy mondjam, kettős érzés volt bennem. Egyrészt, hogy tudtam, hogy 2 év nem elég felépíteni azt, amihez nekifogtál, és a munkám közepén voltam. Volt egy nagyon jó csapatom. Nagyon-nagyon jó csapatom a Csíkba. És akkor ott hagyom őket, amikor ők ugye elkezdtek egy folyamatot, nekik se volt jó ez. És ezt próbáltam megmagyarázni, hogy ugye nem tettem, és még tettem valamit. Nem elég elmondani, hogy sajnálom, hogy amikor a kollégámmal találkoztam, ugye neki az volt a gondja, hogy mi legyen utána. És megkért, hogy maradjak többet, szervezzük meg az utódlásom, átadásom minden az ördögöt, és ezt meg is tettem, pedig engem nagyon vártak már akkor az OTP-be. És ami a kollégáim felmondásait illeti, én mindig értékeltem, hogyha úgy jöttek hozzám, hogy elmondták, hogy van egy jó ajánlatuk, hogy komolyan gondolkoznak, hogy el is akarnak menni, és ha úgy gondoltam, hogy nagyon jó az átlában, tényleg azt mondtam, tényleg ezt el kell fogadni, gratulálok, rendben van. Ha úgy éreztem, hogy lehet, hogy rossz döntést hoznak, akkor legalább föltettem néhány kérdést, hogy a kockázatokkal számolnak-e. És ami általában zavart, az az volt, hogyha eljöttek hozzám, azt mondták, hogy van egy állatom, én eldöntöttem, csak azért jöttem, hogy elköszönjek tőle. És ugye, amikor próbáltam megnézni, hogy nem tudnék segíteni, mert van eset, hogy közben történt valami, amit nem tudtam elmondani. Ugye vannak vállalatokban olyan változások, amiről esetleg tudunk, de még nem történt meg. És például ilyenkor elmondhatod, hogy nézd, tudom azt, hogy 2 hónap múlva lesz egy ilyen állás, vagy 1 hónap múlva születik ez, nem érdekel. És volt, aki azt mondta erre, hogy ő már elkötelezte magát, és nem tudná visszalépni. Mindig elmondtam nekik, hogy hát addig, amíg a szerződésünk megvan, még föl sem mondtál, addig, hogy mondjam, úgy gondolom, hogy az elkötelezettségnek ez a fajta értékelése hibás. Lényeg az, hogy én az elvállás kapcsán úgy érzem, hogy konfliktusban nem igen váltam el emberekből, talán kivéve azokat, akik fegyelmi okok miatt váltak el, de még azokkal is nagyon gyakran úgy váltam el, hogy nem haraggal, meg csapkodással, hanem egyszerűen elmondtam nekik, hogy nézd, ez nem elfogadható, kész, nem akarom ezt tovább mondani. A lényeg az, hogy volt még egy feltételem, volt még egy nem megközelítésem, én máig hiszek abba, hogyha valaki el akar menni, főleg egy versenyszférába, akkor azt az elvállást rövidre kell szabni. És nagyon ritkán tettem kivételt. Ezt a kollégáimmal mindig meg kellett ezzel harcolnom, és sokszor igazadatok nekem. Általában korrekt és rövid módon le kell zárni, ami pedig a visszatérés jelenti. Ugye a mi szervezetünkben az volt a szokás, hogy visszatérni csak a lelnöki engedélye lehet. Én gyakran kértem meg a jó emberek esetében visszatérés, mert nem hiszem azt, hogy valaki elmegy
az minden esetben hűtlenséget jelent. Ugye az emberek szabad mozognak a munkaerőpiacon, és van, amikor értelme van az elmenésnek, és megint értelme van a visszajövetelnek. És lehet, hogy mind a két fél szempontjából pozitív. És emiatt akkor ezt nem szabad úgy kezelni, hogy ellenségesen válj el, hogyha valaki együtt jól dolgoztál. És nekem volt egy esetem, ahol valakit kétszer jött vissza, 20-valahány év alatt, és most az egyik legjobb fiókú vezetője a Raiffeisen Banknak. Hát akkor térjünk rá a tartalmára az új munkakörödnek, szerepednek. Hogyan tudtál egy egész Erdélyt lefedő csapatot vezetni? Milyen értékeket kell lefektetni egy jól működő távmunkához, és milyen kihívásokkal szembesültél? Azzal kezdeném, hogy amikor a régió először létrejött a retail régió formájába, akkor 17 megyében a maximális, a legnagyobb méretében 138 fiókja volt. Tehát amikor ilyen területen, ugyan az ország megyének 40-valány százalékát jelenti, 137 fiókot, persze ez a maximum, akkor valamilyen fajta rendszer kell legyen, ami ezeket a fiókokat, hogy mondjam, biztonságosan működteti. Persze ezt nem én teremtettem meg, ezt a bank adta. De ezek a fiókok csoportokban voltak tömörülve, általában 10-10 valamennyi, és a régió vezetője voltam én, tehát akik nekem közvetlen jelentettek, azok a csoportvezetők voltak. Először viszont arra törekedtem, hogy megismerjem az egész hálózatot, és megértsem, milyen kihívásokkal találkoznak. A megmosolyogtató benne az volt, hogy bárhova mentem, a beszélgetésnek az első fele arról szólt, hogy mennyire különleges az övéké. Tehát ugye ezt elmondta az avasi fiók, hogy ők miért avasiak, miért avasiak, a máramarosiak, miért máramarosiak, a bánságiak, hogy ők miért bánásságiak, és akkor én elmondtam, hogy ne tudjátok, hogy én székely vagyok, tehát én is eléggé sajátosság. A dolog lényege az, hogy mi itt Kelet-Európában minden meg vagyunk győződve, hogy egyediek és különbözőek vagyunk, holott az egész Kelet-Európa nagyon-nagyon hasonlít egyik máshoz, és ezt akkor láttam igazán, amikor Bécsben mondjuk 2 hétig együtt voltam a kollégáimmal, ahol volt ott bosnyák, szerb, bolgár, román, magyar mindenki, és akkor látszik igazán, hogy a különbségek nem annyira nagyok, mint amilyen erős a hasonlóság köztünk. De megbeszéltem velük a fontos teendőket, támogattam és követtem azt, amit tettek, és valószínűleg nekem segített az, hogy én tökéletesen beszéltem románul. Amit viszont miután ezt megismertem az egész hálózatot, amit próbáltam kialakítani, egy saját pozitív szubkultúrát. Ugye a szubkultúra azt jelenti, hogy egy nagy kultúrának a része, nem hogy valaminek alárendelt. És úgy éreztem, hogy ha sikerül ezt kialakítani, és érzik ennek az előnyeit, akkor lesz egy valami plusz, amivel könnyebben tudunk együtt dolgozni. Tehát például ezen a szubkultúrának ilyen részei voltak. Tehát az első tényező például a tájékoztatás és átláthatóság. Tehát az országos értekezletek jegyzőkönyvet, ami hetente történt egy ilyen értekezlet, mindig elkészítettem, várlatosan, elküldtem a csoportigazgatóknak, ők meg elküldték, feldolgozták és megbeszélték a fiókigazgatókkal. Egy idő után rájöttünk, hogy ezek elkezdtek kerülni más régióba is. Mert rajtam kívül egyik régióigazgató se csinálta. És aki megtudták, hogy van, ugye információt így tudtak szerezni. A másik, hogy megteremtettem a vízszintes koordinációnak a kultúráját. Ha jöttek, és ugye egy fejlesztés idejében, amikor fejlesztettük a hálózatot nagyon gyorsan, erre hihetetlenül szükség volt, mert egyszerűen nem tudta kezelni a hierarchia azt a sok teendőt, ami ilyenkor van. Példát mondok, ha kineveznek egy új igazgatót, annak rengeteg feladata van. Persze, hogy felkészítettük, volt norma, meg minden, ami szükséges volt rá. De amikor hirtelen kellett valami, akkor lehet, hogy a főnök nem is tudta, mert az olyan részlet volt, amit egy másik igazgatót volt, akit ő nem ismert. És akkor meg kellett kapni azt a mechanizmust, amivel ők vízszintesen elkezdtek kommunikálni, és hamarán megkaptam, mint hogy mi történik, hogyha van neked egy kérdésed, azért ezt megszűröd, hogy mikor teszed fel a főnöködnek, hogy ne tűnj hülyének, vagy felkészületlennek, vagy ignoránsnak, vagy semmi másnak. És hogyha neked van egy vízszintes koordinációs lehetőséged, és ez valamilyen struktúrát kell létrehozni, akkor ez sokkal hamarabb történik, és a szervezet szempontjából hihetetlen nagy terhet von le a hierarchiából, és növeli a hatékonyságot. Ezt a később
bevezettem egy eszközt, miután eljöttem a bankból, még most is működik. A lényeg az volt, hogy amikor láttam, hogy valamilyen fajta területen van egy tudás lemaradás, akkor létrehoztam egy belső kommunikációs rendszert, viszont a következő sajátosságokkal, például ez, amiről beszélek, a vállalati hitelezésben voltak olyan ügyfélfelelősök, vagy vállalati, vagy fiókvezetők, amelyek korábban nem dolgoztak ezen a téren, de kineveztük, mert jó értékesítők voltak, viszont pont ezt a területet nem uralták. Ez kutyán nagy kockázatot jelentett, és az eredményeikben nagyon nagy különbséget. Tehát aki értette a vállalati, a kis és középvállalati szegmenset, az sokkal jobban tudott érvényesülni. Igen ám, de mindenféle fajta tanfolyam, a kérdés esetében után is voltak, akik le voltak maradva. És akkor létrehoztam egy platformot, amiben behelyeztem néhány mentort, ezek mind hitelezési szakemberek voltak, vagy kockázati szakemberek, tehát benne voltak a rossz fiúk is a platformban. Nem lehetett benne egyik főnök sem, tehát a csoportfőnök nem láthatta, hogy ha a hülyeséget kérdeztek, hogy rászóljon. Tehát ezt szabadon tudták kérdezni, mert a hierarchiában nem volt senki, aki lássa. És csak a tület kérdeztek. Ez annyira jól sikerült, hogy ez is ebből is becsatlakoztak más régiók, sőt, egyik kollégám, aki kis- és középvállalati hitelezésben szakosodott, fölismerte, hogy a leggyakoribb gond az a szabályozásnak a követhetetlensége. Tehát olyan gyorsan változnak ugye a törvénykezés is, meg a belső szabályozás is, hogy egy valaki, aki nem eléggé jártas ebben, sőt, hogy utolérni magát. És ehhez az eszközhöz önkéntesen csaptak, ketten kidolgoztak, de ezt úgy képzeld el, hogy sok 10 órába vagy 100 órába egy olyan eszközt, ami napirenden tartotta a szabályozásokat. Hihetetlen sikere volt a bankban. Ezt csak azért mondom példának, mert ugye amit én megteremtettem, mint platform, tanulva az SZSZ-es egykori tanáromtól, azt ők maguk tovább fejlesztették. És voltak más elemei is ennek a szubkultúrának. Például mindenkitől azt kértem, hogy legyen elérhető. És elmondtam, hogy nekem nem volt olyan telefonhívás, amit nem vettem vissza. Nem volt sok hívás, amit nem hívtam az embereket, nem szerettem sokat telefonálni. De ha engem valaki hívott, visszahívtam, és mondtam, ezt mindenki tegye meg. De például nem tartottam pénteken gyűlést. Ugye ez azzal járt, hogy az emberek el kellett jöjjenek otthonról. Tehát magyarán, ha befejezted, mit tudom, x óra, akkor még haza kellett menjen, utazás. Tehát nyilván, ha megtehettem, nem tartottam. Vagy voltak kollégáim, akiknek abban volt a szokás, hogy vasárnap leültek, és elkezdték írni az e-maileket, és elküldték. Az a helyzet, hogy viszont miután ezek telefonon megérkeztek, te ültél otthon, nem érdekelt a dolog, de jöttek az e-mailek. És akkor elmagyaráztam nekik, hogy figyeljetek, írjátok meg az e-mailet, de küldjétek el hétfőn reggel. Tehát az, hogy te dolgozol, az szép dolog, de senki mást ezen ne bánts. Ez csak példa arra, hogy próbáltam ezt megszervezni. Nem tudom, ez a legrelevánsabb, de ez arra, ha azt akarod, hogy legyen egy pozitív szubkultúra, akkor az embereket ilyenekben is érdemes, hogy mondjam, fejleszteni, motiválni, nem tudom, hogy mondjam. Hát minden beszélgetésnél felszoktam tenni kérdést arról, hogy loptak-e a vállalkozásnál. És ha igen, akkor hogyan kezelték? Lényegében, hogy egy bankban pénzzel dolgoznak, gondolom, még nagyobb a kísértés. Tudnál példát mondani, kérlek? A Raiffeisen nagyon jól szabályozott szervezet volt, hatékony ellenőrző rendszer, ezért kevés eset volt. De valóban mindenhol ez a kísértés megvan. Miután képző nemzetközi szakcégek is képeztek minket, tőlük tudom, hogy a legnagyobb veszély a jól képzett munkatársaknál áll fenn. Én ezt nem tudom pontosan megerősíteni, mert én azt tapasztaltam, hogy ritkában a kényszer, gyakrabban a nyerességvágyból követik el. De bárki esetében bármi előfordulhat. Mikor a kollégáim egy ilyen esetre bejöttek hozzám, hogy nem hiszed el, mondtam, hogy ezt ne próbálkozzanak, mert én már mindent láttam. Egyszer sikerült megjeleznem előre, hogy megtörténhet, szóltam is a csoportigazgatónak, hogy erre vigyázzon, és sajnos nem tudta megelőzni, és megtörtént. De valóban azt láttam, hogy sok esetben nem tudtam megérteni a motivációt. Volt, amikor értettem, de volt, amikor nem tudtam. És voltak rendkívül elkeserítő helyzetek is az embereket illetően. Az előbb beszéltünk arról, hogy Bécsben több nemzetiségű kollégával is találkoztál, akkor a multinacionális vállalkozásnál dolgozva volt esélyed külföldi piacra kitekinteni? Igen, volt. Külföldi projektek kapcsán
a Raiffeisen Bank készített adott percben egy szimulátort, ez rögtön a 2009-es válság után, és a hálózatból kettőnket küldtek ki Amsterdamba egy volt McKinsey-s emberrel kidolgozni ezt a szimulátort, és például ekkor voltam kint. Ugyanakkor voltak csoportos projektek. Ezek Bécsben voltak, és ott voltam többször is egy-két hétre kint, és ugye a Raiffeisen csoportnak a leánybankjai, azok közép-keleti és közép-európai bankok, és ezekkel dolgoztam, ezek a kollégákkal együtt, tőlük van a tapasztalat, amiről említettem. Egyszer betekintettem az osztrák kultúrába is, mert ugye ez osztrák bank, de ez egy osztrák bank átalapított nemzetközi bank. És voltam egyszer egy olyan találkozón, ami a két banknak az éves találkozója volt, és engem oda az elnökség tagjai jártak. Engem teljesen kivételesen hívtak meg oda, és ott láttam, hogy mekkora különbség van a nemzetközi bankcsoport és az osztrák bankok között. Egy példát fogok mondani, javasolták, hogy üljünk vegyesen, és úgy is tették meg a meghívókat, majd amikor bementünk, a teremnek volt közben egy folyosója. A folyosónak az egyik oldalán csak az osztrák kollégák voltak, és 99%-ban férfi, a folyosó bal oldalán pedig vegyesen, mi már összekeveredtünk, tehát hogy mondjam, román, cseh, szlovák, osztrák, minden összekeveredve, és ott meg a hölgyek voltak nagy részben. Tehát igen, van ilyen kultúra, de ez érdekes megismerni és ezzel élni. És hát ugye volt kitekintésem azáltal is, hogy voltam néhány szó külföldi konferencián, a pozíciómból adódóan nekem volt lehetőségem, és ezzel éltem is. És voltam néhány szó voltam Londonban képzésen is, voltam konferencián is, és hát azáltal is volt, hogy Románia egy, a bankcsoport, a Raiffeisen Románia egy sok szempontból egyfajta etalon is volt, a képzésben például, a bizonyos projektek szempontjából, és volt eset, hogy más bankok képviselő jöttek hozzánk, és mert Brassó a Bukaresten kívül egy jó központ, erős központ volt, emiatt ha a központot el akarták hagyni, akkor hozzánk jöttek, és így többször fogadtam külföldi delegációt én. Hát ugye a privát szektor mellett beszéljünk a közéleti tevékenységeidről is. Kezdjük a tanítással. Ugye az elején beszéltünk arról, hogy tanítóképzőt végeztél, és az egyetemi évek alatt tanítottál is. Hogyan sikerült a tudást a bankon kívül is átadni? Én 90-től 2004 végéig folyamatosan tanítottam több főiskolán. Ezek nagy része magyarországi intézmények kirendeltsége volt. Ugye ez jellemző volt a 90-es évek elejére. Az utolsó években a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján, Udvarhelyen, illetve a Szapiencia Csíkszeredék Karán is tanítottam több tantárgyat. Miután a munkahelyem Bukarestben, majd Brassóba szólított, 2005-t nem folytattam, és azóta sem tanítok. Tulajdonképpen kivéve azt, hogy tavaly is az idén megkért egy tanárnő a Bábesbolyi Egyetemről, hogy egy tantárgyával tartsak egy előadást, és akkor történt meg, amire korábban hivatkoztam, hogy két kollégámmal együtt részt vettünk egy vagy két alkalommal. És milyen szerepet vállaltál az LMKT-nál, és milyen feladatokat sikerült megvalósítani? Az elején az udvarhelyi szervezet elnöke voltam. Majd 93-tól, gondolom, akkor volt az első választás ilyen, egész 2009-ig az országos alelnöke. Ebben a minőségemben a bankárok továbbképzését szerveztem sokáig. Volt egy együttműködésünk a Magyarországi Bankárképző Intézettel. 2009-ben váratlanul lettem ideiglenes elnök. A szervezet nehéz anyagi helyzetbe került, és az elnökünk lemondott. 2010-től 16-ig töltöttem be az elnöki tisztséget három cikluson keresztül. Az első mandátum a szervezet megmentésére szólt. Ugye a szervezet csőd előtt volt már, bíróságon fenyegettek, stb. A második az újraépítése volt a szervezetnek, és a megerősítése, az RMKT és a RIF revitalizálása. A harmadik, mondanám, hogy a szervezet modernizálása volt. Itt fogalmazott meg a vízió, küldetés, értékek a szervezetnek, mandátumok maximalizálása, és próbáltam az RMKT-t egy struktúrált szervezettel alakítani,
és akkor el is döntöttem, hogy nem szeretném folytatni. Én már tulajdonképpen a második mandátum végén úgy éreztem, és azóta vallom is, hogy ez két ciklus elég, azért is, hogy lehetősége legyen másoknak is kipróbálni magát, és ne arról szóljon a következő ciklus, hogy a hatalmat már valaki megőrizze. Ez időben nekem hihetetlen nagy támogatom volt Csatlós Pali alelnök, aki nélkül ezt az időszakot nem tudtam volna átélni. És neki az ötlete volt, hogy vonjunk be, és meg is kaptak itt fiatalokat, akik segítenek nekünk. Így került Szőcs Endre ügyvezetőként, majd Nagy Henny, aki először a titkárságot vezette, majd a RIF-nek a vezetője lett. Hihetetlen szép munkát végeztek mind a ketten. Abban, ami az LMKT az állapot, abban az időszakban, ami lett, abban nekik nagy részük volt, de meg kell jelentenem, meg hozzá kell adnom azt, hogy ehhez még sokan hozzátettek, ugyanis az LMKT-nak volt egy magja a helyi szervezetekben, akire mindig lehetett számítani, Udvarhelyen is ebből van egy nagyon sok, de Kolozsváron is máshol is. Folyamatosan kapcsoltak a fiatal vállalkozók, és hál' Istennek ma az LMKT egy nagyon dinamikus és jól működő civil szervezete Erdélynek. Mit tartasz a legnagyobb személyes sikerednek? Hát bankárként azokra a tranzakciókra gondolok, amelyek meghatároztak egy vállalat fejlődését, és esetenként egy térség és az ott élő gazdasági helyzetét is. Vezetőként azokra a szakmai közösségekre vagyok büszke, amelyek kialakításában úgy gondolom szerepem volt. Ezekből hármat kiemelnék időrendi sorrendben. Az első a külkereskedelmi bankos csapatom, arról már beszéltem. A második a Raiffeisen Erdély régió csapata, ami 2006 és 2022 között volt, és az LMKT csapat, ami 2009 és 2016 között vezettem. Úgy gondolom, hogy ezeknek a csapatoknak a működése és ezekben a csapatokban lévő emberek munkájához valamit nekem is sikerült hozzáadnom, és azt remélem csak, hogy ők is így gondolnak erről, mert tulajdonképpen ez validálná azt, amit én elmondtam. Ugyanilyen megközelítésben, mint tranzakciók és emberek, megemlítenék két példát. Azt hiszem, hogy tavaly tavasszal történt, hogy egy ismeretlen számról, mielőtt előttem volna a bankból, fölhívtak, de még a bankban dolgoztam. És mondja, aki fölhívott, hogy hát egy kollégám, tudja, nem emlékszem rá, de elmondja ki az. A lényegét mondom. Ez a kollega, ez a fiatalember egy fiókot vezetett Bihar megyébe. És amikor fölhívott, 8 év után azt hiszem, éppen készült elmenni a bankból, előlépett egy másik bankba. Miért hívott föl? Azt mondta, hogy azért hív föl, mert amikor 8 évvel ezelőtt jelentkezett a bankba, akkor én, aki abban az időben átmenetileg Bihar megyére is feleltem, én voltam az, aki ugye a rövid listás jelöltekkel találkoztam. És volt vele egy közel egy órás interjú. És azt mondja, hogy és én soha nem találkoztam vele utána. És azt mondja, hogy az az interjú olyan nyomot hagyott benne, ahogy lezajlott, ahogy megközelítettem azt, hogy milyen dolga van, és hogy mit várok el tőle, hogy úgy gondolta, hogy bár számított rá, hogy én nem emlékszem rá, most, hogy elmegy a bankból, el akar neki mondani, hogy ez egy életre az ő megközelítés bizonyos dolgokra megváltozhatta, és megköszönte nekem. A másik, egy jó ismerősöm, szinte barátomnak mondanám, csak hát 80-valány éves, most már is költözött az országból, vagy 4 évvel ezelőtt egy vacsorán beszélgettünk, egy rendezvényen, és ő mindig nagyon kedves volt velem. Egyébként egy nagyon nagy tekintélyű szakember volt, városon orvos. És azt mondja, hogy ő meg akarja kérdezni, hogy tudom-e, hogy ő miért kedvel engem. És hát nem tudtam, mire válaszolni erre. És azt mondja, hogy nekem, azt mondja, emlékszem-e, és föltette egy kérdést egy 90-valahányos találkozóról, ami a külkerbanban történt egyébként. Hát mondom, nem. Lényeg.
Azt mondja, hogy akkor egy nagyon fontos döntés előtt állt. Volt a családi megtakarítása, és mivel örökségnek a helyzetét ő kellett döntsön, ő már végzett valami befektetéseket, de mit tudom, elhelyezte a pénzét valahova, nagy veszélybe érezte magát, és nem tudta, mit csináljon. És eljött hozzám, és azt kérdezte tőlem, hogy mit csináljak, mit tegyek. És én azt mondtam neki, hogy azt, hogy mit tegyél, azt nem mondom meg, de azt elmondom, hogy milyen helyzetben vagy, ahogy én látom. És akkor rászántam állítólag egy fél vagy egy egész órát, hogy az egész képet fölvázoljam, hogy milyen helyzetben van ő, az alapján, amit elmondott. Majd ő hazament, megoldotta a baját, és azt mondja, hogy ő nem is tudja elmondani nekem, de tulajdonképpen az egész hátralevő életében egy nagy veszteségtől megmentettem, én már nem tudom, miről van szó, és már el sem mondta. Ezt a két példát azért mondtam el, mert úgy gondolom, hogy lehetnek olyan, lehettek olyan tetteim, amik ilyen nyomot hagytak az ember, és remélem, hogy vannak. Félek, hogy vannak olyanok is, amik rosszak voltak, de egyikről sem emlékszem. És akkor szerinted mi volt a siker titka? Hobót idézve, a sikernek ára van, nem titka. Legalább az, ami a fenntartható és etikusan elért sikert illeti. Azt megjegyezném, hogy az egyéni és a csoport siker összetevői részben eltérhetnek. A sikeres vezetői tulajdonságok is változtak az elmúlt években nagyon gyorsan. Ezért én nem vállalkoznék arra, hogy most próbálom az összest elmondani, mert tanulmányok vannak, de kiemelnék, amit én ma fontosnak tartanék. Az egyik, hogy ismerni azt, amit csinálunk. Mindez, hogy ez egy vállalat, mindegy piac, ismerete, trendek megértése. Ez fontos nem csak annak, aki egy vállalatnak a vezetője vagy tulajdonosa. Én azt látom, hogy mennyire fontos azok számára is, akik nagy szervezetben csak egy részt vezetnek, hogy megértsék, hogy mi történik ott. Ma nagyon sok olyan eset van, kineveznek valakit, és nem törekszik arra, hogy megértse az egészet, és úgy próbál vezetni sokak kárára. A másik, a stratégiai gondolkodás, amihez társulni kell az alkalmazkodási és váltási készségnek, főleg ma. Ma már nem lehet hosszú távú stratégiákhoz ragaszkodni. Harmadik, kockázatvállalási készség, amihez cselekvőképesség kell társuljon. Negyedik az a hitelesség ki és befele. És föl és le is szimmetrikusan, ezt kevesen tudják gyakorolni. Adnék erre egy példát. Ezelőtt bő 10 évvel egy nemzetközileg elismert előadó Bukarestben tartott előadást, azt mondom, a lehető legnagyobb felületen a parlamentében. 1000-valamennyi ember volt, főleg nagyvállalati vezető, akik sokat fizettek, az ott legyenek. És azt kérdezte az előadó, azt hiszem Jack Welch, de nem vagyok benne biztos, hogy mi az az egy dolog, amit az emberek elválnak a főnöküktől. Egy valaki bekiáltott, és 1000 ember üvöltötte utána, hogy bold the talk. Tehát tarts be a francos szavadat, amit adtál. És milyen egyszerű, de mégis mekkora gond ez nagyon sok vezető és vezető esetében. Az utolsó azt mondanám, hogy a mi az fontosabb, mint az én. Ez viszont bizalom kell, átláthatóság és felelősség. Lehet rajta gondolkozni, köszönöm. A siker mellett beszéljünk kudarcokról is, ha akartak. Hogy a fenében? Hát ugye kettőről már beszéltem. Beszéltem a Kőker bankosról, beszéltem az OTP-sről, és az utolsó lehet azért, mert a legfrissebb, de a legfájóbb az a pont a Raiffeisen exit. Talán a folyamatot kezdődnek, hogy 2018-ban az alelnökünk, akinek addig 5 éve egyenesen jelentettünk, mint csoport, mint régi igazgató, úgy döntött, hogy ismét behelyez közte és közénk egy hálózati felelősigazgatót. És ez a Covid előtt volt, engem is megkérdezett, hogy érdekelne-e, de kikötötte, hogy 5 napot kell dolgozni minden héten. Ugye ma ez másképp néz neki. Tehát én és a kollégám egy részésebe elvonult. Végül elég sok keresés után egy más területre átjött kollégám tiszta meg ezzel, akivel az elején jól is dolgoztunk. Majd egy idő után ez a viszonyból kezdett körvonalazódni az, hogy ő ellenségesen tekint az ő kinevezése előtt már pozícióval lévő igazgatókra.
és voltunk négyen ilyenek, akik már régen betöltöttük a tisztséget. És elkülönítés, ez lassanként érzékelődött. Ahogy telt az idő, én is kezdtem gondolkodni azon, hogy közeledik az érvényes, bocsánat, az előrehozott nyugdíjam időszaka, és úgy gondoltam, hogy mivel ez időben elkezdték csökkenteni a hálózatot, amiért feleltem, és már nem volt annyira szakmailag nagy kihívás. Közben meg idehaza is úgy éreztem, hogy akár elindulhatna egy új ciklus az életemben, azzal, hogy még viszonylag fiatalon tudok esetleg valami projektbe belépni, elkezdtem gondolkodni azon, hogyha ez közeledik, akkor talán ezen elgondolkodnék. De történt valami. 21 tavaszán újra szervezték a régiókat, és a méretük jelentősen lecsökkent, hogy érzékeltessem a korábbi 10-10-valahány megyéről, amiért feleltem, már 4-re jutottam volna. De közölték, hogy ismét pályázni kell az állásokra. Ugye ez egy elég cinikus hozzáállás, én addig már 1000 főmérésen túl voltam, és 59 évesen, mikor egy évvel ezelőtt elvégezték az utolsó kiértékelést, és azt mondták, hogy megkaptam a maximális pontot, akkor mi a francot várnak tőled, de megint pályázni kellett, és fölhívotta az igazgatónő sorra a kollégáinkat, és mindenkivel közölte, hogy nem szeretné vele folytatni. Tehát az összes kollégámat, aki nem övezett ki, közülünk hárman voltunk közel a nyugdíjhoz, egyik nem, közelte, hogy nem akar velünk folytatni. A fiatalabb kollégánknakat visszaléptették és adtak egy pozíciót, és hármunknak felajánlották az ideiglenes nyugdíjat, és addig egy átmeneti pozíciót egy alacsony beosztással. Szóval felajánlották egy csomagot, és azt, hogy a hátra maradt közel egy évig egy tanácsadói tisztséget kapunk, amelyben támogathatjuk az új kinevezett igazgatót, és bizonyos projektekben, ahol korábban is dolgozunk, igényt tartanak a munkánkra. Ez számomra elfogadható volt. Úgyhogy a kollégáim közül állítólag leghamarabb belemegyezett meg az a főnököm, aki egy hölgy volt, és ez telefonon zajlott a beszélgetés, és azt hiszem, hogy mit tudom, 5 percet tartott, vagy 4-et. Meg is állapodtunk ebben. El is fogadtam, részemből rendben lett volna, főleg úgy, hogy akit kineveztek, az egy olyan kollégám volt, akivel én dolgoztam együtt, akivel máig jó viszonyban vagyunk, tiszteltük egyik a más mindig, és mivel én vele korrekt voltam, nem is féltem, és nem is kellett sose féljek, hogy bármit ellenem, még csak gondolatban is megtesz. És ez így is történt. Igen ám, de a következő nap reggelétől mindenféle kapcsolatot levágtak tőlünk. Tehát magyarán teljesen kiiktattak minket, és akár hisztek, akár nem, azóta nem is beszéltem az emberrel, pedig az még utána egy évig ott voltam. És nem is ez a gond, hanem az a gond, hogy a kollégáinkat is arra kényszerítették, hogy megszakítsák a kapcsolatot velünk. Kész, lejárt az egy év, és közben kineveztek egy új elnököt, és az előtt bemutatkozni, majd amikor eljött az alelnök bemutatni az elnököt, akkor engem már be sem mutatott nekem. Annyit mondták, hogy ő Kálmán. Tehát az, hogy én azt a régiót közel 20 évig vezettem, és az egyik legjobb volt, ez valahogy kimaradt a bemutatóból, mint ahogy a meghívásom is az ebédre. És úgy mentem nyugdíjba, hogy a főnökségről senki föl nem hívott. Persze a kollégáim, nem csak a beosztottaim, hanem a bukaresti kollégáim is ott voltak. Nyilván utána csomagban megkaptam az ajándékot, meg az aláírt diplomát, de így lett vége. Nem így képzeltem el, és azt hiszem, hogy mások sem. Főleg azért, mert én a 40 éves korszakomban kezdeményeztem azt a bankon belül, mert nem volt, hogy legyen egyfajta struktúrált elköszönés a régi alkalmazottaktól, és ezt el is értem nekik. Az én beosztottamnak én meg is tartottam, de mondom, én a kollégáimtól végül megkaptam, amit a főnökeimtől nem. És ha valaki azt gondolja, hogy haragudt rám, nem, mert utána még találkoztam vele, és teljesen jó viszonyban vagyunk, és nem velem, hanem mindenikünkkel ezt tették meg.
Fölmerül ilyenkor a kérdés, ugye, hogy működnek-e ezekben a szervezetekben olyan mechanizmusok, ahol például megakadályozzák azt, hogy valakit a kora miatt leváltsanak. És a helyzet cinikusságát még az adja, hogy aznap, amikor ezt nem közölték, olvastam a LinkedIn-en egy bejegyzést a frissen kinevezett kollégámnak, hogy nálunk ugye van valaki, aki erre vigyáz, hogy ilyen döntés ne szülessék, van egy ilyen tisztség. Tehát hiába van egy tisztség, amikor valami oknál fogva ezek a mechanizmusok nem működnek. És abban az időben, amikor ez történt, a bankon belül volt egy hatalmi űr. Az elnök éppen mandátuma végén volt, és az összes elnök, alelnök pályázott az állásra, tehát lehetséges, ez is nem működött, nem is akarok ezzel már foglalkozni, ezt én lezártam, de ha már kérdeztetek, ez egy olyan pillanat, amire, hogy mondjam, felemás módon emlékszem. Hát inkább térjünk egy pozitív témára. Úgy tudom, hogy befektetőként is aktív vagy. Hogyan csináltad ennyi elfoglaltság mellett, és milyen eredménnyel? Hát ugye a 90-es évek elején nagyon sok lehetőséget volt. Én akkor nem vettem, ugye a nagy lehetőségek a privatizációban rémlettek. Elnézést. A nagy lehetőségek a privatizációban voltak. De én banki alkalmazottként ezzel nem foglalkoztam, és a 90-es években tulajdonképpen egy ilyen döntést hoztam, egy cégalapítási folyamatként kezdődött, majd betársultam egy cégbe, amelyik egy termelő cég és kereskedő cég, és azóta is működik. A 90-es évek végén pedig elkezdtem aktívan a tőzsdén erre befektetni. Ugye a tőzsdebefektetés az egy olyan befektetési forma, amelyik ma is mindenki számára, még a nagyon korlátozott és nagyon szabályozott a munkakörbe dolgozók számára is elérhető és szabad. Tehát én befektettem is máig. Aktív vagyok, nem nagy tételben, de aktív vagyok. Majd a 2000-es évektől kezdtem komolyabban gondolkodni azon, hogy a munkahelyem mellett próbáljak felépíteni egy alternatív egzisztenciát. Nem véletlen akkor, ugye 99 után láttam, mi történik az emberrel, amikor tőle függetlenül fölötte a csillagok megváltoznak. És befektettem tulajdonképpen egy olyan cégbe, amely terméssel foglalkozott és közel 100 embert foglalkoztat. De ahhoz, hogy valaki egy működő cégbe befektessen úgy, ahogy én is dolgoztam, ehhez arra van szüksége, hogy valaki ezt vezesse, mert ő nem képes rá. Tehát ezek a cégekben egy kisebbségi tulajdonos vagyok, és az ő vezetésben nem vettem soha részt. Csak, mit tudom, évente néhányszor találkoztam velük. És később viszont és az ott pillecke az még erősebb volt. Láttam azt, ami történik akkor, és ez a World Bank elnökére volt érvényes, aki felépített egy egész bankot, és ugye eladták a tulajdonosok, ő meg ki volt szolgáltatva az új tulajdonosoknak. Persze nem tudom, hogy valahol valami térítés még kapott-e, de amit én láttam, mi történik velem, miközben egy tisztességes intézményt hozott létre, azt mondtam, hogy nem szabad, csak attól függjünk, amit alkalmazottként végzünk. És igen, néhány befektettem ingatlanokba, és végeztem ingatlanfejlesztést, és ugye ezek már, a portfólió már annyira nőtt, hogy az utóbbi 4-5 évben a két felnőtt fiam segít ebben, hogy ezt kezeljem. És most lett volna az idő, hogy több időt fordítsak rájuk, miután a bankból visszavonultam. Ajánlanál egy vagy több könyvet olvasásra, tanulásra? Hát én többet is tudnék ajánlani, de azzal kezdeném, hogy én már nagyon fiatal koromban elkezdtem nehéz könyveket olvasni. Gondolkoztam, miért, és ennek az egyik
oka talán az lehetett, hogy a képzőben volt egy olyan program, hogy évente egyszer vagy kétszer elvittek a könyves üzletbe, amit akkor csak számunkra az adatot nyitva, és ott szét tudtunk nézni. Persze mi elhettünk a könyvtárba is, de valahogy ez ilyen csábító volt, és ami könyvet megvettünk, azt részletre kellett kifizessük. És ott vásároltam néhány könyvet, és gondolom azért, ha már megvettem, elolvastam, és néha olyanok voltak, amik szerintem túllőttek az akkori, hogy mondjam, vagy feszegették a határait annak, amit én akkor olvashatok. Lényeg az, hogy úgy gondolom, hogy ezek engem később sokat segítettek megérteni a világot, főleg azért, mert a családi környezetem az ott egy nagyon jó alapot ugyan, de egy bizonyos határ fölött ebben nem tudott engem támogatni. Tehát én jól emlékszem, és szépen emlékszem vissza a könyvekre, amiket én annak idején nagyon kedveltem, és úgy érzem, hogy ezek fontosak voltak. Nagyon nehéz könyv volt Elias Canetének a Káprázata, vagy amit szerettem, és utána még elolvastam kétszer A.B. Kobónak a Homok asszonya, vagy amit később olvastam Jean-Paul Sartre-nak a Szavak. De ami a szakmai könyveket illeti, én tulajdonképpen 2003-ban fedeztem föl Charles Handy-t, és ő van az első, akit ajánlanék. És nem is akárhogy fedeztem föl. Az MBA-n záróvizsgára mentem föl Budapestre, ami azt jelentett, hogy előző nap végigutaztam. Másnap volt egy 4 órás dolgozatom, ami végén azt hiszem, menni is alig tudtam. De még a hazafelé a hálókocsis vonatig volt még 1-2 óra, bementem a könyvtárba, és kezembe került Charles Handynek a könyve, Az elefánt és a bólha. A szerzőt már ismertem, mert kötelező olvasmány volt az Understanding Organizations, megérteni a szervezeteket. A lényeg, hogy ebben a könyvben a tárgyalja az egyént, mint a nagyvállalatokban dolgozó személyt, az elefántok, a multinacionális cégek és a bólhák, a személyek, akik lassanként portfóliók rendszerbe fognak dolgozni. A könyv annyira megragadott, hogy ott félágyú után a vonatban elkezdtem olvasni, és déván tettem le, nem aludtam egész éjjel. És onnantól kezdve elkezdtem követni a könyveit. Ő a Management Istenei című könyvét tartja a legjobbnak, de a második görbe az, amit javasolnék sokaknak, ugyanis arról beszél, hogy hogyan lehet az embernek az életét ciklusokba szervezni, és ezt megérteni és irányítani. És amit nagyon megtetszett, és lehet az utolsó könyve, 4 évvel ezelőtt, ő már 90-valahány éves, itt egy könyvet, aminek a címe 21 levél az életről és annak kihívásairól. Én magyarul mondom a címeket, ezek nincsenek lefordítva, legalábbis nem tudom. És ez egy bölcs összefoglalója az ő életművének. Manfred Cass de Vries, az INSEAD professzorát magyarra is lefordították, és sokan ismerik, mert nagyon vonzó volt az a könyv, ami magyarul megjelent, Szex, pénz, boldogság és halál. Én sokaknak ajánlanám, csak nem tenni fel a polcra az irodájukba, pedig nem arról szól annyira, mint amit a cím sugal, és ő neki jelent meg az idén, vagy múlt évben egy könyve, a Leading Wisely, vagyis, hogy bölcsen vezetni, amit én be is mutattam felső vezetőknek, és ajánlanám, akiket ez a téma érdekel, talán kiegészítve Robert Sapolsky Behave című könyvével együtt. De én említettem korábban a HVG-t, én amiután elérhetővé vált, én azóta olvasom a The Economistot, és az Economistnak a könyveit is. Javasolnám, akik teheti, és szerintem hallgatóság közül valószínűleg sokan megtehetik, hogy kövessék a The Economistot. Naponta el lehet olvasni egy cikket ingyen, de előfizetni is érdemes. Végezetül pedig, hogyha ajánlások kérdeztél, azt ajánlanám, hogy olvassanak szép irodalmat. Menjenek színházba és operába. Charles Handy, ha már említett, utolsó könyvében azt írja, hogy aki elolvasta Tolstoyt és Dostoyevskyt, az már mindent tud az életről. Voltak-e példaképeid? Ha igen, ki vagy kik? Aztán az első, már sokat beszéltem, Majos Sándor, a Nemzeti Bank, amely később a Kereskedelmi Bank igazgatója. A pályám elején hihetetlen nagy hatással volt rám, és sokat segített. Később, amikor vetétársak voltam, amikor külkerbankos voltam, akkor is egy korrekt viszonyunk volt, és máig megmaradtunk ebben, sőt, ő volt az ember, akinek ugye miután meg kellett adnom magam, mint külkerbank, akkor át kellett adnom az egész portfóliót, és ezt nagyon-nagyon korrektül
oldottuk meg akkor is, amikor ugye én voltam nehéz helyzetben, holott 5 évig a vetélytársa voltam, és mondanom, hogy néha nem örült annak, amit én a piacon tettem, nem ellene, hanem azért, hogy én fejlődni akartam. De ő vele mindig, vele csak, rá csak jótól gondolni. A másik ilyen példaképpen az Stefan van Groningen, a Raiffeisennek az elnöke. Ugye a hierarchiai távolság miatt köztünk nem lehetett, és nem volt nagyon közeli kapcsolat. De valahogy mégis, mert ő rendszeresen járt a hálózatba. És amikor eljött, akkor én kértem, és erre nyitott volt, hogy négy szem közt beszéljünk. És ennek kialakult egy szokása. Tehát egy idő után tudtunk négy szem közt beszélni, és amikor tudtunk beszélgetni, akkor tényleg úgy tudtunk beszélgetni, mint hogy mondjam, nem azt mondom, hogy elfelejtettem, hogy a hierarchiában mekkora a különbség közöttünk, de nem ez volt, nem ez jutott az eszembe minden mondatban. Tehát lehetett nyitottan beszélni vele, és sok olyan tette van a bankban, amit, hogy mondjam, én is szerettem volna követni, és igen, egy példaképpen volt. Hogyan tudtad összeegyeztetni a szakmai és a családi életet? Azt mondanám, egy szóval, ha egy szóval, aki nem kifejezem, azt mondanám, a dinamikus megközelítése. Miből áll ez? A román külkerbankos nagy hajtás időszak alatt a feleségem Gyöngyik a második fiunkat szülte, majd egy nem túl megterhelő pozícióban dolgozott. Tehát akkor engem támogatott, és tudtam haladni a pályámon. Amikor viszont a csekkes, lazább időszakomat értem, akkor váltott ő, és ebben én támogattam. Egy nagy multicég helyi vezetője lett, és amivel tudtam, segítettem neki, nem volt akkor még vezetői tapasztalata, de nagyon sikeres lett később, és egy komoly vállalatnak a helyi képviseletét vezette és vezeti ma is. Később, mikor mindketten gőzerővel dolgoztunk, igyekeztünk valamennyire megosztani a feladatokat, és közösen tölteni a családdal minden szabad időnket. Magamnak viszont feladottam néhány szabályt, ezt én állítottam, hogy nem kérte tőlem, amit következetesen igyekeztem betartani. Csíkból, mikor ott dolgoztam, én minden egyes nap hazamentem, pedig volt, amikor térdigérő hó volt az úton, vagy nyakigérő, nem tudom. Bukarestből pedig minden hétvégén. És Brassóval is megvolt, hogy hány nap után megyek haza, és amikor csak lehetett, ezt követtem is. Úgy éreztem, hogy ez fontos. Tudtam, hogy így is nagy áldozatot vállal, mert ugye sokkal többet volt otthon a családdal, mint én. Nem állítom, hogy ez tökéletes volt. Lehet ezért is a fiaim azt a következtetést mondták le, látván mind a kettőnk munkáját, hogy ők nem kérnek a korporit világból, pedig én azt hiszem, hogy ez sokak számára legalább kezdetként hasznos volna. Meglátnák és megértenék azt, hogy miként működik, ha jó szervezetben vannak, egy struktúrált szervezet, hogyan lehet összetartani, hogyan lehet vezetni, hogyan lehet egyeztetni, és utána ebből sokat lehet tanulni és kamatoztatni a más szakmába. Na, de ők így gondolták. És persze én úgy próbáltam ezt még kiegészíteni, hogy intenzív, de rendszeres közös programjaink voltunk, és ez máig megvan a fiaimmal, pedig már felnőtt, független nagy emberek. Mi történt, amióta eljöttél a Raiffeisentől? Hát, először próbáltam a halogatott, görgetett teendőimet rendezni. Azt hittem, hogy ez hamar sikerül, de még nincs vége. Tartom a kapcsolatot sok volt kollégámmal, de ez a baráti kapcsolat és kevésbé szakmai. Itthon eldöntöttem, hogy ha adódna, sem vállalnék ügyvezetői teendőket többet. Nem akarok már ilyen is milyen foglalkozni. Viszont azon gondolkoztam, hogy a nagy szervezetekben szerzett tapasztalatomat azt felhasználhatnám esetleg igazgató tanácsokban. Igen ám, de azzal kezdtem, és ez tulajdonképpen nem is új történet, hanem már RMK-t és a koromban kerestem szakkönyvet, amikor a kollégáim mondták, hogy Kálmán, az RMK-t nem bank, hogy magyarázzam meg nekik, nem hogy megmagyarázzam, azt tudtam, hogy bebizonyítsam, hogy az alapelvek a szervezetek működésébe azonosak, hogy az kórház vagy rakétakilő állomás, van egy csomó alapelv, amit közösen be kell tartani. Lényeg az, hogy szereztem egy nagyon jó könyvet, a Bortz
című könyvet, Patrick Dumais írta, nemrég jelent meg. Az alapján összeállítottam egy előadást, amit utána külön készítettem el non-profit és for-profit szervezeteknek, és amit be is mutattam az Udvarhely környéki nagyvállalatok számára egy Corporate Talks címmel indult a sorozatban. Tehát elindult ez a Corporate Talks sorozat, megért egy évet. És akkor melyek a következő terveid? 20 évvel ezelőtti történettel kezdeném. Jack Welch itt járt Romániában, és bemutatta a világsikerű könyvét, a vezetésről. Részt vettem ezen az előadáson, és utána Budapesten találkozván a kollégáimmal közül sokan dolgoztak a General Electricnél, elmondtam, hogy micsoda elragadó figura ez a Jack Welch. Bár akkor már tudtunk arról is, amit ugye már volt vezető volt akkor, amit ő rosszul csinált. És nagy meglepetésemre a kollégám, aki egyébként nem egy ilyen kritikus ember volt, hanem egy egész, hogy mondjam, ilyen csendes, megfontolt ember, azt mondja, hogy az a véleménye erről, hogy ez egy nagyon cinikus helyzet, azt mondja. Ez az ember beszél erről, arról, de ő a szervezetben adott rá példát, mennyi mindent teljesen másképp tapasztal. És akkor nekem az ugye a fejemben szöget ütött, és utána foglalkoztatott a saját munkámban is, hogy amikor én valamiről beszélek, vagy képviselek valamit, amit a szervezet projektként meg akar fogalmazni, ezt vajon hogy értik meg a kollégáim, vagy hogy értik meg az ügyfelek, akikkel velek szemben beszélek. És valamilyen módon ez egyfajta szűrőt jelentett bennem. De és elgondolkoztam már ezelőtt néhány éve, hogy térképezni a szakirodalmat, és példákat gyűjteni arra, hogy mitől lesz cinikussá egy vállalat, hogyha az. Mert többségük nem azzalnak indul. De valamiért ugye cinikusnak látják alkalmazottai ügyfelei vagy más érdekeltek. Úgyhogy erről gondoltam, hogy írnék egy könyvet. Igen ám, de az utóbbi időben az egészségügyi gondjaim támadtak, és az egészségem nagyon megromlott. Tehát ez egy nagyon kérdéses, hogy lesz-e erőm, időm ezt a tervem megvalósítani, hogy a cinikus szervezetről a könyvem megírjam, és hogy a Corporate Talks sorozatot folytassam. Meglátjuk, hogy mit sikerül megvalósítani ebből. Hát, jó egészséget kívánok, és nagyon szépen köszönöm ezt a tartalmas, fordulatos tapasztalatokat. Köszönöm szépen!